Bár már javában 2024-et írunk, az MLS vármegyei igazgatósága a hagyományokhoz híven a közelmúltban adta át az előző esztendő legjobbjainak járó elismeréseket. Mint Kvaka Árpád igazgató elmondta, nincs könnyű dolguk akkor, amikor dönteniük kell a díjazottak személyéről. 9. alkalommal adjuk oda az elmúlt naptári esztendő legjobbjainak a díjakat. Ugye vannak egyéni díjazottak, akár felnőtt, akár utánpótlás labdarúgó szinten, akár az edzőknél, illetve a játékosoknál, meg van csapat szinten is, ugye a legjobb női, legjobb férfi csapat, és minden évben odaadjuk a Szabolcs-Szatmár Bereg megye labdarúgásáért díjat, valamint a kollégáink közül az aktívák közül is kiválasztunk egy olyan aktívát, aki azért nem csak az elmúlt évben, hanem az elmúlt években nagyon sokat tett hozzá megye labdarúgásáért. Mindig több, majdnem minden kategóriában több és több jelölt merül fel, soha nem egyszerű a döntés. Azért szerencsére elég sok csapat van a megyében, elég sok labdarúgóval, edzővel, és azért valljuk be őszintén, minden naptári évben nem csak egy embernek vagy egy csapatnak sikerül jó a szezon vagy a két fél szezon, úgyhogy azért általában nehéz döntések szoktak születni, ez most sem volt másképp, viszont akik megkapták a díjat, ők mindenképpen megérdemlik. A vármegyei közgyűlés alelnöke szerint fontos, hogy minden évben elismerjék a legjobbak teljesítményét. Azt hiszem, hogy azért a sport az átszövi a mindennapjainkat, és ez így van jól. De nekünk pedig azért külön figyelmet kell fordítani arra, hogy ha valaki a sporttal foglalkozik, akár mondjuk szakmai szempontból, vagy akár mondjuk játékosként, sportolóként, akkor azért mindig alkalmakat kell keríteni arra, hogy ezek az elismerések, illetve az a munka, amit elvégeztek, az meg legyen jutalmazva. És ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy a közgyűlés nevében is itt legyünk minden olyan alkalomkor, amikor átadások, díjak, elismerések átadása történik, mert úgy gondolom, hogy a visszajelzés a sportban is nagyon fontos, hiszen rengeteg munkát fektetnek bele, labdarúgás területén is, és azt hiszem, hogy azért az mindig különleges érzés, amikor az a visszajelzés a szakmai szervezetektől is visszajön egy játékos, egy szakvezető felé, hogy valóban az a lendületes, lelkiismeretes hozzáállás, amely a sportot jellemzés, amellyel úgy közösséget kovácsolnak, kis településeken, városokban, vagy akár itt a vármegyeszékhelyen, az elismerésre kerül. A Szabolcs-Szatmár Bereg labdarúgásáért díjat az a Tukas László kapta, aki a szatmári térségben évtizedek óta dolgozik a futball életben tartásáért. Szerveztem a nagypályás, kispályás focit, meg még most is azt csinálom. Hát nem voltam, azt mondták a falunbeliek, hogy focizni szerettem, sakkozni tudtam, de az a lényeg, hogy mindig igyekeztem olyan kis településeken is focit csinálni. Most is szervezünk kispályán, nagypályán, mindig jövünk, megyünk, mert azt gondolom, és azt üzenem innen a fiataloknak, meg idősebbeknek is, ezt a csodatos játékot nem szabad abbahagyni. Ezt mindig csinálni kell a focit. Tiszacsécsejtől Fehérromatig minden faluba fociztam a járásba, és pici településeken is igyekeztem futballt szervezni, mert az az emberiség nagy játéka. A rendezvényen összesen 10 kaptak elismerést. A legjobb labdarúgónak a Csengersima játékosát, Dávid Róbertet választották, a legjobb utánpótláskorú játékos, a Várda Labdarúgó Akadémia kapusa, Márton Ákos lett. A legjobb edzőnek, a Kálus Emjéni, Oszienko Volodimirt, a legjobb játékvezetőnek pedig Papp Ferencet választották meg a szakemberek.